Sziasztok srácok! Emlékeztek, mikor uh, Fannyval bemutattuk azt a uh, Marvinzos uh, Magic circle bűvész dobozt? Abba volt egy uh, ilyen trükkös kártya csomag set, és uh, szerintem, ha jól emlékszem, de javítsatok ki a tévedek, de úgyse fogtok kiavítani, mert ez nektek csak jó, uh, azt ígértem, hogy így a trükkös kártyaszettel fogunk nézegetni trükköket és tanulgatni trükköket. Hát bevallom őszintén, és ezt nagyon sajnálom, hogy kicsit kiment a fejemből, már mint abból a szempontból, hogy, hogy itt elásódott a, ez a trükkös csomag, meg, a, meg az a leírás is, amit mutattam, és hát igen, nekem is rövid a memóriám, és kicsit kiment a fejemből, de most itt pakolgattam, és megláttam, mondom, ó, hát úristen, hát ezzel még tartozom nektek, ki nem maradjon. Ezért úgy döntöttem, hogy elkezdem ezt a, hát nevezzük sorozatnak, nem fogom sorozatnak betegelni, tehát nem, nem úgy lesz, hogy sorozat, de mégiscsak sorozat lesz, tehát mindig el fogom mondani a videó elején, hogy ez abból van, tehát számíthatok erre. Ezért látjátok most ezt ezt a Földön a kártyacsomagot, hogy, hogy olyan furcsa. Tehát ilyen, ilyen a hátlapja, ugye, az nem, nem, nem az a hátlap, ami szokott lenni. Nem tudom, erre emlékeztek-e. Tehát, ugye, ebből van. Na, tehát nézegessük meg, hogy milyen trükkök vannak ebbe a kis füzetkébe. 101 trükköt mond, nem hiszem, hogy 101 videó fog születni ebből, mert nagy részük hát már olyan, amit, amit vagy mutattam, vagy tudtok, vagy túlgatni, vagy nem tudom, tehát ö, próbálok kiválogatni ö, hát úgymond jobbakat, vagy jobb, jó pofákat, vagy aranyosakat, stb. stb. Az első ilyen, amit ö, hát én, én egyszerűen csak kú Force-nak hívok. Azért Q, mert ugye ez olyan, mint egy ilyen Q betű lenne. Ez a Q-Force, ezzel tulajdonképpen ezzel a módszerrel, ez egy nagyon régi módszer, egy kártyát tudtok iráerőltetni a nézőre, meg egy kicsit olyan kis játékos valami. Én ezt most ilyen saját verzióban mutatom meg nektek, amit most így a végignéztem így a trükkös kártyákat, és kitaláltam valami kis butaságot hozzá. Na, az első feladat a következő, ezt együtt fogjuk csinálni, jó srácok? Az első feladat, hogy fogjátok meg az újatokat, és rakjátok itt a Q betűnek így a farkincájának a végére. Tehát rakjátok ide az újatokat, ahova mutatom, jó? Tehát erre a kártyára. Na most, mindenki magában válasszon egy számot. Válasszon egy számot, ö, ha nem akartok magatokkal kitolni, akkor nem 526-ot választotok, hanem mit tudom én. Ö, Hát 5-nél legyen több, vagy 10-nél vagy legyen több, de nem nem muszáj, tehát 5-nél azért legyen több, de ne legyen, mit tudom 30-nál több, vagy mert az sokáig tartani, jó? De, válasz, de ha valaki mazoista, akkor az választhat 60 fölött is. Nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy választhatok egy számot, és ezt jól jegyezétek most meg. Jó, megvan? Oké. Ezután tegyünk bele egy kis humort. Mindenki gondoljon a kedvenc lapjára, jó? Még pluszba. Oké, okay. de a száma fontos, azt jegyezzétek meg. Na, itt áll az újunk, igaz? Mindenki a saját számá, számával lépkedni fog, míg pedig a következő módon, tegyük fel, én nagyon szeretem a hatos számot. Tegyük fel, hogy ha valaki a hatost választotta, akkor azt kell tenni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát így megyünk sorba. Ha valaki a 8 választotta, ugye itt állunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, tehát így ez, ez, a, ez, az irány, így megyünk, jó? Tehát ne erre induljunk el, hanem így, és akkor megyünk tovább, jó? Na most mindenki lépkedje le a számát. Ha nagyon sok a szám, akkor úgy kell menni, nézzétek, hogyha tegyük fel mondjuk 16, mondjuk. Akkor itt állunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jó, így megyünk körbe. Tehát ha bejutottunk a kuba, így megyünk körbe. Így, jó. Na, mindenki lépkedje le a saját számát. Oké. Ha megvagy a számmal, tartsd ott az új adat a kártyán, ahol állsz. Jó. Oké. Remélem megvan. Ezeket most elveszem. Oké. Na most mindenki áll a saját kártyáján, jó, na most, eddig erre számoltunk, így maradj ott a újaddal a kártyán és ugyanazt a számot, amit választottál az elején, ugyanazzal lépke egy visszafele és állj meg ott, amikor végeztél, jó, tehát tegyük fel, hogyha én itt álltam mondjuk a hatossal, véletlenül, akkor egy, kettő, három, négy, öt, hat, tehát így visszafele, jó, Na, mindenki lépkedje le saját maga, a saját kis számát visszafele. Oké. Okay. Kész vagytok? Aki kész, az tartsa ott az újját azon a lapon, ahol áll. Jó? Oké. Okay. Na, mindenki saját maga választott számot, saját maga számolt. Jó? Én ezt nem láttam. Viszont még arra kértem meg mindenkit, hogy gondoljon a kedvenc lapjára. Na, most figyeljetek. Szerintem itt... És itt nem áll senki. Ezek dupla oldalú lapok különben. Szerintem itt se áll senki. Szerintem itt se áll senki. Ez is dupla volt. Itt se áll senki. Szerintem ezen a magányoson se áll senki. Szerintem ott se áll senki. Itt vagytok. Igaz? Ez még oké, okay, hogyha eltaláltam. Féling megvan. És most jön a kis humor, humor faktor. Ha eltaláltam, akkor ez fél siker. Mindenki gondoljon a kedvenc lapjára. Felkészültetek? Három, Kettő, egy, fogadjunk, ha megfordítom, látni fogjátok a kedvenc lapotokat. Figyelem. Köztük van, igaz? Ú, de tudok. Ú, de tudok, srácok. Na hát, bocsánat, de végén ezt a humort ezt muszáj voltam mellőni. Nyugodtan csináljátok ti is így. A lényeg igazából a force volt, hogy ezt a kártyát a sok dupla hátlap közül elvileg sikerült rátok -e, nem rátok, akik itt nézitek ezt a videót. Ha sikerült, akkor nyomjatok egy lájkot. Like Igazából ezzel így meg is tanultuk ezt a kis forszot, mert csak le kell utánoznotok, amit csináltam. Tehát fel kell építeni ezt a kis Q betűt, annyi labból, ahány labból én is csináltam, és úgy, ahogy én is csináltam, ugyanúgy kell számolgatni, ahogy együtt csináltuk, és igazából ez egy automatikus ilyen force, de ettől függetlenül szerintem egy nagyon aranyos és egy videót megért. Na, ha tetszett srácok, akkor nyomjatok egy lájkot, like ne felejtsetek el feliratkozni, itt a sarokban van a logó, oda kell kattintani, és fel lehet iratkozni, és uh, nyugodtan gyártsátok le ti is így ezt a kis aranyos kártyát, ezzel a trükkel szórakoztassátok barátokat, anyutaput, bárkit, és akkor folytatjuk ezt a sorozatot, megnézzük, hogy milyen extra kis trükkök vannak még ebben a leírásban, és milyen speckó lapok, amiket elvileg ti is magatoknak otthon meg tudtok csinálni. Na, legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!